Bukód nincs itt? Nincs. Állj meg! Jó, kap föl! Ez nagyon jó. Na, nem a fal. Ja, Pali, na az meg most volt harmadik a gátba, úgyhogy örülj neki. Várjál. Nem, azért a Lajosé fogam. Na menj oda, fölrobunk. Tedd már fel! Pali ez a bukó? Ki ez? Pali. Tök jó. Felteszel, apa? Feldoblak, várjál. Várjál, Norbi megfogja. Hát nem fog. Húszolj meg a... Na! Gyerünk! Úgy befelé már nem ülünk, tudod, befelé néha meg szokott ijedni. Kifelé is, nem? Ne ragd a piglibe a lábad! Maradj csöndbe és szép lassan, nehogy leverjétek valamit. Huha, óvatosan ki. Óvatosan ki. Nagyon ügyes. Oda fűre azt egy pár kört, megyünk. Professzionális munka volt. El nem engedjük ma. Fölültek egy 2-3 kör, kész, ennyi. Rohanunk Pestre vitaminokért. Norbikának meg egy kólát szépen rendelj a golyóba. Akkor majd visznek. Gyalog! Gyalog jött a puci most. Na milyen a Falkó néni? Rég ültél már rajta, mi? Rendben van, jól van. Volt padikba már? Volt. És akkor már nincs is sok, mi? A tesó is erre ül egy-két kört, jó? Mert nem tudjuk másképp megoldani, úgyhogy semmi féltékenykedés itt ne legyen neked. Hogy ül rajta te? Tavaszra elkapjuk a Dajanát is, aztán mész már galoppot. Elkezdjük. Falkóval? Aha. Ja, vagy jobban szeretni? Aha. Hát a Norbi meg fog sértődni, ha elveszed tőle a gátlovaglásokat. Gátlovaglásokat? Ne félj, nézik a fotókat munkába. Szegán barátom sértődik. Még egy? Nem is. Ne is mond. Még egy kör is cserélünk. Hogy? Mert jön ide a Krisztián, azt megyünk be Pestre. Vele. Állj meg egy pillanatra, hogy ilyen. Jó? Állj meg. Hát nincs napfény, kicsim. Tudom. De ott van meg. Várj, ide rak napfény. Aha, ezek lesznek a jó fotók. Júj, kicsim, csak nincs napfény. Szeretette ezt a lovacskát, mi? Nyár úristen, ez a ló is őt különben esküszöm. Oké, gyere, még egy kör, azt cserélünk. Sziasztok! Másik oldalon. Pénz számol, vagy mit? Valami lóvékat számolgat. Adtad neki a 2000-et? 2000-et még nem, de hát... Azt hittem, az számolja. Mi jól meg vagyunk. 200 000-eket számol, ne aggódj. Neki van egy lóvéja az istálóba. Jaja. Úgy kicsinnom a csere, fölüljünk. Gyere, tesó. Melyik a bal oldal? Úgy, úgy. Leszállsz egyedül? Várj, leszáll ez. Kis macska Jancsi. Ja. Na, gyerünk. Gyere, tesó. Tudom, csak a Ipsike most pihen, mert tegnap galoppot ment. Úgy vedd föl. Simogasd meg addig. Gyere, hát 5 kör is kész haza. De leszállunk, mert tudod, befele néha nem úgy megy ő, jó? Muti maga? Ne, de hogy kell. Apa, lefotózom. Hát ide kell be a... Le, így húz rá, oda. Hé, ez anyát. Jó, na gyere. Vigyázz, fönn elkapja a fejét, kicsim. Föl, gyere. Apuci, feldob. Mássza úgy, mint a tesó, tudod, mert egy kézzel doblak csak. Egy, kettő, három, hopp. Úgy, te is ügyes vagy. Úgy, ügyes, jó. Nem kell piglibe a láb. Készüljetek, menjetek. A szárat az fog. Na, megvan az öröm, az csönd legyen mára nekem. A gigabyte-ot leveszem, tudod? Nem. Mi nem? Tényleg be is kell szállnunk otthonra. Minek? A telefonért, tudod? Hát de úgyis jövünk haza, azt majd jön anya, értetek este, gondolom. Nem? Apa, kérdezett, egy nap érzett a patája a szabátónak, így a V-alakban.
Ja, az nyírod hadásnál. Ha patkolás után volt, vagy csak úgy? Nem csináltam meg rendesen, nem faragtam meg. Apuci, na, apa, azt szeretném mondani, hogy na. Hogy na? Álljátok meg egy picit, jó, hopp! Fogd meg őt, simogasd meg mind a tesó. Hát, nagyon, ez kurva jó fej ez alól. Az esküszöm élvez egy kicsik van, nem? Imádja őket. És majd legközelebb akkor ígérd meg a tesónak, hogy ő is fölülhet majd a ipszikére, jó? Jó, na gyertek. Apuci, meg bevezethetem én, vagy nem? Nem, tudod, hogy egy kicsit néha beszokott rohanni. Valamikor igen, valamikor ilyen, de nagyon, itt tip-top egyben van a Falkó. Több is. Apa, Velcsőri, mit csinált a parikba? Apa, ott van Lili. Igen, friss? Aha. Jó. Apuci, ott van Lili. De lovacskádra figyelj, drágám. Apa,